Sziasztok! Ma ismét egy nagyon klassz magyaros ételt készítettem el, ezt a férfiak biztos, hogy nagyon szeretni fogják, mert náluk az egész család imádja, és tényleg laktató, pikpakkel tud fogyni. Egyébként ez a mennyiség, amit most készített, ez így ötünknek bőven elég volt, egy icipicivel több lett, tehát mondjuk még egy adagnyi, úgyhogy ennek megfelelően nézzétek. Tehát ugye négy felnőtt, és akkor a királynak egy kisebb adag jutott ebből az ételből. Úgyhogy ezt is ezerféleképpen el lehet készíteni magát a pásztortarhonyát. Nézzétek meg, hogy mi az alapverziót most hogyan készítettük el. Legelőször kockázott békönt, és én még teszek hozzá füstöt, főtt császárszalonnát. Ezeket fogjuk most megpirítani. Ehhez a szalonna mennyiséghez összesen 30 deka tarhonya és 60 deka krumplival fogok dolgozni. Tehát mindig amennyi tarhonya, annak a duplája krumplit kell majd hozzátennünk az ételhez. Egyébként ez egy szelet, egy ilyen, körülbelül ilyen szelet császárszalonna volt, amit felszeleteltünk, és egy olyan 4 evőkanálnyi kockázott békön, amit ide beraktam. Lehet csak a császárt használni, zsírszalonnát, tehát ez teljesen rátok van bízva, hogy mit tesztek ide. Használhatok füstölt sonkát majd az ételbe, simán, hogyha vesztek a felvágottat, azt is beletehetitek, tehát ez is egy kicsit ilyen minden beleétel. 9 fokozatból 7-es fokozaton sütöm egyébként, ha valakinek ez is fontos. A kisebb béka már elkezdett barnulni. Hozzá fogunk tenni egy fej kockázott vöröshagymát és 3 nagy gerezdfokhagymát. Mikor már egy kicsit ilyen üvegesebb a hagymánk, akkor hozzátesszük a 30 deka tarhonyát. Ezzel is pirítjuk egy kicsit. Valaki külön olajon lepirítja a tarhonyát, és akkor utána kezdje el ezt az egész folyamatot, és már a pirított tarhonyát önti az ételhez. Szerintem ez egy megspórolható lépés, hogyha így pirítjuk, ahogy most én. Ja, egy kicsit ugye megforgatjuk, hogy a tarhonya másik része is kis szín kapjon. Közben abban a bögrében, amiben kimértük a tarhonyát, azért jó, ha bögrébe nézitek, mert minimum dupla annyi vizet kell majd az ételhez tenni, mint maga a tarhonya mennyisége volt. Ugye majd el kell, hogy lepje valamilyen szinten, hogy meg tudjon a krumpli is majd fölni az ételben. Ugye erre kell majd figyelnünk. De a tésztákra, tehát minden tésztára az a szabály, ahogy a rizsre is, hogy dupla annyi folyadékot kell ráönteni, hogy megfőjön. Ez szépen barnul tarhonya. És ezt a lépést máshogy szokták, de én most hozzáteszem a kolbászt, és azon is egy picit. Még így pirítok. Mert egyébként a kolbászt azt akkor szokták már beletenni, mikor a víz is már bele van öntve az ételbe. Szerintem a kolbásznak sem fog ez ártani. Ha nagyon úgy látnátok, hogy égne az étel, akkor lejjebb lehet venni egy fokozattal. Jó, erre most ráöntjük a piros paprikát. Ne sajnáljátok, én egy ilyen kis fél kis tállal tettem rá, ez körülbelül egy jó nagy evőkanálnyi. Viszont mivel már rajta van a piros paprika, és ugye félő, hogy esetleg megég, és kesernyés íze lesz az ételnek, ezért már rá is öntöm az első bögre vizet.
és ebbe beleteszek egy kis kanálnyi borsot. Hozzáöntök egy paprikát, tehát ezt vágtunk egy fej paprikát, és hozzá egy kisebb paradicsomot. Ez is belemegy. Ehhez teszek még egy pici kis kanálnyi sót. Ne tegyünk bele túl sokat, ugye, mert maga a szalonna is, és a kolbász is sós, tehát először nézzük meg, hogy milyen ízvilágot fogunk kapni, és inkább utólag sózzunk. És most ehhez megy még a krumpli, ugye, ami 60 deka. És még mindjárt hozom hozzá a másik bögre vizet. Hát ez még nem fette el az ételünket, úgyhogy fogok még hozzá tenni. Ez még egy fél bögrényi víz volt, és akkor most a következő, hogy fedő alá tesszük, hogy itt szépen följön az ételünk. Körülbelül egy olyan fél órára lesz szüksége, hogy megpuhuljon benne minden. Persze azért néha kukkancsunk rá, hogy nehogy elföljön a víz, és az legyen a vége az egésznek, hogy leég az étel. Huszonöt perc telt el, még egy bögrényi vizet tettem hozzá. Ilyenkor meg kell kóstolni, hogy elég sós-e, nekem még egy pici sót kell hozzátennem, úgy éreztem legalábbis. Még arra szükség van. Szépen elfőtt a leve. Időnként tényleg azért kavargassátok meg, hogy a lejjebb lévő krumplik följebb kerüljenek, és akkor amik meg fölül, azok meg lejjebb, hogy biztosan minden krumpli megföljön. De hát ugye lehet ellenőrizni, csak így beleszúrjátok a villát, ez már szépen esik szét, ami azt jelenti, hogy kész van. A tarhonyát meg egyszerűen azt már lehet is látni, hogy elkészült ilyenkor, de meg is lehet kóstolni, hogy elég puha, de biztosan mire megföl a krumpli, addigra a tarhonya el fog készülni. És akkor innen a közepéből vesztek egy pici levet, ezt megkóstoljátok. Nekem most már elég sós, hogy tényleg csak az a lehelletnyi só kellett, és ezzel el is készült az ételünk. Nem is marad más hátra, mint hogy tálaljuk az ételt. Alexa szépen megcsinálta ide a savanyúságokat, úgyhogy csak ide pakoljuk mellé az ételt. Ezt az ételt Robi kérte a szüli napjára, úgyhogy ez az ünnepi tányér az övé lesz. Robi jó nagy betyár, úgyhogy teszünk neki ide jó sok kolbászt, meg szalonnát. És el is készült az étel. Na, apa, kóstold meg a finomságot, amit a szülinapodra kértél, de olyan forró, hogy csak na, most vettem. Elég sós? Nagyon finom. Már nem volt szerelmes, de nagyon finom. Még kellett volna só bele? Teljesen jó. Hát akkor most kellett só, vagy nem kellett só? Mert hát ez nem ugyanaz. Pont jó? Aha. Pont nem vagyok szerelmes? Pont nem vagy szerelmes. Hát akkor az jó. Hát ugye az már el van sózva. Jó lesz ünnepi ebédnek? Abszolút. Szép a díszítés? Na, rabba se hagyom. Jó nagy betyár vagy, igaz? Azt hiszem.
Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom tőletek, hogyha ti ezt az ételt másképp készítitek, például mondjuk tesztek hozzá egy plusz fűszert, mert láttam olyat, hogy valaki egy pici kis köménnyel még megbolondítja. Tudtok nekünk levelet írni a lentlátható levelezési és e-mail címünkre, tudtok minket követni Budapesti Família néven mind a Facebookon, mind az Instagramon. A Budapesti Familiának lett még egy plusz oldala, egy főzős kis ilyen plusz Facebookos oldala. Oda is tudtok hozzánk csatlakozni, és meg tudjátok velünk osztani az általatok elkészített ételeket, amik mondjuk esetleg a mi csatornánkon láttatok, vagy hogyha ti tudtok valami remek ötletet, azt is, és ott meg is tudjuk egymással beszélni. És természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!